Sziasztok srácok, én a Sajtelőszkedőmék, és a mai videóban azzá fogunk átváltozni a Robloxban, amit ti írtatok nekem az előző videó kommentjeibe. Hiszen ebben a játékban azzá tudunk változni, amit mi rajzolunk. Edo Taffy egy fura emberé, Isobi egy nagyon menő ilyen anime karakteré, hát erre inkább nem is mondanék véleményt, meg erről se. Ezek színén a fej, húzni ne színén a fej! A legtöbb like arra jött, hogy egy szemüleges karaktert csináljunk, szóval kezdjük el! A kezdő karaktert fogom megcsinálni, hiszen azt mindenki ismeri, aki játszott már a játékkal. Ez lesz itt szépen neki a feje. Kicsit olyan, mint egy vödörre, semmi probléma. Itt lesz a menő baseball sapka, hiszen hord egy baseball sapkát, ezt? Hát baseball sapkát sem rajzoltam még ilyen bénát, de nem baj, beszínezzük. Ilyen hosszúkás fekete szemei vannak, egy meg kettő itt a második, és nincsen szája. Kicserélem a bőrszínét erre, ez még jobb, ez jobban hasonlít rá. Oké, a feje meg is van. Itt lesz a nyaka, egy ilyen kős aranyos nyak. És a borítóképen nagyjából így áll föl a keze, hogy integet. Aztán mondjuk itt lesz a teste, lábat most nem csak, ez ilyen félalakos lesz. Azt hiszem a másik keze meg nagyjából így van. De rittyentünk egy nacit neki, szépen a nadrágja itt van kékkel. Egy bizony kész, van a szép nadrág. És egy ilyen narancssárga póló van rajta, ezt is gyorsan berajzoljuk, mondjuk érjen idáig, kész van a Paulo lassan. Ez egy kicsikét vastagabban fogom berajzolni, mert egy év lenne kb. Amire végzek, kész lesz a póló mindjárt. Hát srácok, nagyon kíváncsi ezek, hogy meg fogják itt ismerni a játékon belül az ezt a karakter, de majd most rákérdezünk. Majdnem elfelejtettem, nem is lyukacsos a keze a karakternek, ami vagy levegő lett volna benne. Val el is készültem, vegyük rá az apply-ra, és milyen jól néz ki, itt azért kár, hogy ezt a vonalat itt elfejtettem rá, narancsárga rátszózoli, de én vagyok az alap Stanley Guys karakter, így már rám joinoltatok ti sajtok, és ő egy szomorú smile-et, ő meg egy, ez mi? Legyen egy muffin. Kérdeztem tőlük, hogy mi lettem, srácok, szerintetek én mi vagyok, én meg ismertek? Nekem ahogy tökre tetszik itt a pólót rontottam egy kicsikét, de ő azt mondja, hogy Ronaldo, te hogy vagyok Ronaldo? Övök én egy Taffyval, srácok, aki egyre furcsább karaktereket rajzol ide, és eszegetünk együtt. Szerintem azért nem lett olyan bén ez a Stumble Guys karakter, hogy ne lehessen megismerni. Írjátok meg nekem kommentre, srácok, hogy mit szóltok hozzá, és megint a következő részt fogjátok megszavazni, hogy mivé változunk el. Ez volt az első rajzunk, amivel följöttünk a kilátó tetejére. Én vagyok a Stumble sajt királya. Hát hittem egy ilyen mapra, hiszen ez tök jó néz ki, ez a kis szomszédság, és a következő rajzunk nem más lesz, mint a Titanic, mint a hajó. Egy ilyen óriási rajzot szeretnék, ugye ez lesz az alja, amilyen piros réteg. Ami ilyesmi vége van a hajóknak, szóval nem ilyen teljesen egyenes. Ez lesz itt a piros réteg az alja. Olyan profi leszek, hogy még hullámzó vizet is fogok alá rajzolni. Hullámzó vizet. Úristen, ez a legjobb vagy a legrosszabb rajzom lesz. Most feketével megrajzoljuk a középső szintet, ami hát igazából hasonló, mint az alsó szint, csak egy picit szélesebb és lassan. Szerintem azért most meg lehetne mondani, hogy mi lesz ez. Utána én a felső szinten lehet állni, ez elméletileg fehérnek kéne, hogy legyen, csak ugye aztán nem tudok rajzolni, hiszen az a hátlap, de nem baj, ez most szürke lesz. Tudjátok, ez a réteg az, ahol lehet mondjuk sétálni, meg hasonlók. Meg fönt a kabin, tudjátok, ahol a szobák, meg ezek vannak egy hajón, szóval ez lesz fönt a kabin részleg. Itt meg az óriási kémények, srácok, amivel működött a hajó, itt is vannak. Hát ezek az árbócok annyira nem lényegesek, de az ilyeneket is rajzoltunk, srácok, tudjátok, átköttetés. Meg a kihagyhatatlan amerikai zászló itt fönt, amerikai. És én azt mondom, hogy készen is vagyunk, jéj, hogy fogunk kinézni, wow, azt kívül olyan szélesek vagyunk, mint az ez meg egy süti. Szerintem amúgy ez tök király lett. Ez a víz, ez nagyon megdöbbött. Tényleg vízen vagyunk. Tehát egy lájkot, hogy nektek is tetszik. Nézzük, hogy a többiek mit csinálnak és mit szólnak hozzánk. Hát itt valami nagy veszekedések mentek, hogy vettem az előbb észre. Ez fogalmam sincs, hogy mi. Ez egy amerikai zászló, szerintem csak nincs befejezve. Ez meg mi ez a bolondság? Ezt ki sem tudom nézni bele. Te aztán bebonyolítottad, hallod, ez zöld paca. Ők meg itt beszélgetnek, ilyen festék odahányások. Ez meg. Figyeljétek már. Ezt tudjátok mi? Squid Game-ből az őr. Az őr a Squid Game-ből. Én meg egy hajó vagyok. Hajóként tengetem a napjaimat. Hajó, ha nem jó. Nézd, hogy mi van itt a map szélén. Figyeljétek már, le lehet zuhanni, vagy mi a helyzet, itt csak beszélgetni lehet. Én meg leugrani. Hoppá, le tudtam süllyedni. Hoppá, ez nem olyan túlságosan jó. De remélem, hogy újra visszakapom a rajzomat. Rajzoljunk egy telefont. Név szerint a saját telómat fogom lerajzolni. Kezdjük ugye feketén, hiszen fekete a telefon. Így tudom nézni, srácok, éppen, hogy jól csinálom-e. Egy ilyen óriási telefon lesz. Szépen így bizony, a széle egy kicsikét azért le vannak kerekítve, azt lehetséges, hogy majd javítani kéne. Készítek, srácok, egy háttérképet, hiszen az ikonokat is megcsináljuk, nagyon pontosak leszünk. Oké, jöhet róla az előlapi kamera oksa, itt vagyok, ebben szoktam, srácok, a shorts videókat fölvenni, és itt van egy ilyen kis csík mellette.
Az oldalsó gombokat még nem csináltam meg, ugye itt van a két hangerőszabályzó, plusz itt van a bekapcsoló gomb, amit csak azért kicsit más színet csinálok, hogy eltérjen. És rajzoljuk be az alkalmazásokat, itt lesz srácok a YouTube logója. Egy bizony a legmenőbb alkalmazás. Hát mondjuk rakjunk ide egy Facebookot is, mit szóltok hozzá, az is le van most töltve. Ide jöjjön egy ilyen Instagram logó, hát ennek a színeit sose tudom megkülönböztetni, de valami sárga van benne, valami ilyesmi, valami ilyen az Instagram, nem tudom. Hát biztos nem ilyen, megnézem. Rajzoljuk ide egy TikTok alkalmazás is, ha már úgy van. Ilyen logója van talán. Rajzoljuk egy Netflixet is, az igaz, most nincs letöltve a telefonomra, de szeretem. Azt hiszem, annak ilyen a logója, egy ilyen N betű benne. Meg legyen a fitness alkalmazás, amit az órával szoktam használni, amit tudjátok, tudja azt, hogy ágyat lépek, vagy szoktam-e edzeni. Egy ilyen szép nagy időjárás widgetet fogok ide alulra csinálni. Ilyen mondjuk 15 fok, 15 fok van, és rajzolunk ilyen esőcseppeket, hogy éppen esik az eső. És én azt is mondom, srácok, hogy kész a telefonunk, kíváncsi, hogy milyen lett. Ó, a hátlap, a hátlap, tökre megismert, én azt mondom, hogy tökre jól néz ki. Kamera alkalmazás, az elfelejtettem csinálni, de itt van a telefonom, srácok, a telomban játszunk a Robloxon belül. Hello, spongyabob, visszaköszön neki a spongyabob, hogy hello. És itt egy kaki, azt a beszélget a kaki, a másik kaki van, a spongyabob meg a bolondos hálkal. Nagyon gyönyörű, micsoda szép rajz, aki dicsérik egymást. Hát ez a dorszból akar szerintem a szem lenni, ez meg egy nagyon furcsa vasúti mozdony. Ó, ez milyen jól néz ki, figyeljétek, mert ez nagyon tetszik, meg itt ő is hasonlókat csinált, ezek biztos nagyon jogói lehetnek a játéknak. Subshot 32, ez az Petty Game, így bizony, iratkozzatok fel! Wow, megnézem gyorsan még ezt a várat, hát van bent valami jutalom. Az építkezési terület felől lehet csak itt bejutni, de ilyen picit üresnek tűnik, de nem baj, megnézem, hogyha már ilyen királyak voltunk, hogy megrajzottuk ezt a menőtelót, akkor egy telefonként betörtem egy fárba, azt egy ilyen nagy izé van, gránát, hogy nem tudom, mit itt dobáltak. Oh, ez meg egy ilyen csapta-szerűség lesz szerintem. Ja nem, ez egy ilyen páncél, és ott van bent egy titkos kamra. Hát, sajnos nincsen semmi a várban, ne szórakozz már itt fönt se. Hát, ja, itt fönt se sajnos. Minden srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem a mai videó, hogyha tetszettek a rajzok és szeretnétek, hogy még folytassuk, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, én azt elképesztően köszönöm nektek, illetve hogyha feliratkoztok, mindjárt 400 ezeren vagyunk, és ezáltal kezdődne a sajtos év, hogyha mindenki feliratkozik, és meg leszünk 400 ezeren. De itt voltatok, mcshop.hu per sajtos2 a leírásban, hogyha menő cuccokat szeretnétek menni, a kövi részben találkozunk, én telefon voltam, szevasztok!